nem tudom önöknek arról a szóló, hogy maga ellen mi jut eszükbe, de a tévéműsoron kívül jó, ha tudják, hogy egy kiváló magyar fejlesztésű kerékpárokat is takar ez a név. Ezek a bringák itt láthatóak előttünk. Én kiemelném közülük ezt a modellt, ami ugyan árával a 600.000 forintos kategóriában tartozik, viszont mégis minden olyat nyújt, amit a csúcs kategóriában elvárható. Teljes XTR szettet találunk a bringán, ami manapság a csúcsok csúcsát jelenti a montis alkatrészek terén. A BTS kiegészítők szintén magyar fejlesztések, és dizájnban szerintem tökéletesen illeszkednek egy ilyen színvonalú géphez. Illetve ma már a tárcsafék nélkülözhetetlen a legkönnyebb súly kategóriában is, ezért a quadfékeket szerelték ezekre a kerékpárokra. Persze megfizethető báru magellán kerékpárok is kaphatóak, de azt hiszem ez volt a fő érdekesség. Ha egy kicsit tovább megyünk, akkor érdemes megnézni ennek a német gyártónak, a Ghostnak a palettáját, amely szinte tényleg A-tól Z-ig lefedi a kerékpározás minden szakágát. Manapság igen divatosak az ösztelós kerékpárok, hiszen az emberek nem csak síkon és betonutakon közlekednek, hanem akár az Alpok sziklás ösvényein is, amin egy ilyen kerékpárral, ami tárcsafékkel rugózással fel van szerelve, sokkal egyszerűbb a terepeken bevenni az akadályokat. Arról nem beszélve, hogy sokkal kényelmesebb lesz a bringázás, és még a negyedik nap után is lesz kedve az embernek egy kicsit bringázni. Ezek után, ha már szót ejtettünk a BTS alkatrészekről, érdemes megnézni ezt a bemutató vitrint, ahol az alkatrészeket önmagában is meg lehet csodálni. Látható, hogy mennyiféle színvariáció van bennük, persze nem csak a festésprofi rajta, hanem a mögöttük rejtőző technika is. Ezek általában könnyű súlyú és főleg versenyzésre használható alkatrészek, persze ettől függetlenül, ha valakinek tetszik, nyugodtan megvásárolhatja.